maga jut, itt az enyém, csak az enyém, csak az enyém. Nincs egyebem, csak a remény, csak a remény, a remény. Kedves és tisztelt nézőim, jut eszembe, hogy Gorki és Majakovszki viszonya amolyan kutya-macska viszony volt, amint erről már előző adásunkban szó esett. Ironikus és egyben hátborzongató, hogy a Majakovszki utca a Gorki fasorba torkolt, vagy fordítva. Továbbá lidércesen szimbolikus, hogy a kettőt, a kettejüket a Lövölde tér kötötte össze, emlékeztetve az Isten adta népet a kegyetlen zsarnokra, Sztálinra. De miért kellett emlékeztetni, hisz ott volt a Városliget bejáratánál az ormotlan, és hál' Istennek csak rövid ideig Budapest életében jelenlevő Sztálin szobor. Persze, és ezt tudjuk, a Lövölde tér eredetileg a céllövészetről kapta a nevét, erre utalt. Ez a sok átnevezés korántsem kivételes jelenség. Pár utcányira van az egykori Hitler Adolf tér, ahonnan az egykori Sztálin úton a valamikori Mussolini térre juthattak a budapestiek. Elsősorban magunkra nézve elgondolkodtató ez a jelenség. Végül is nem a németek, az olaszok vagy a szovjetek nevezték el, vagy nevezték át ezeket a helyeket. Majakovszkinak a futurizmushoz, a futurizmus atyához, Marinettihez való kötődése indokolta, hogy hát oda volt Olaszországért. Ő is sokat járt külföldön, még tengeren túlon is, ahol egyébként, halkan mondom, egy törvénytelen gyereke is született, de soha nem jutott el Sorrentóba, az olasz csizma talán egyik legszebb csücskébe. Gorki nem szívelte sem Majakovszkit, sem Marinettit, sem Mussolinit, de ő azért választotta Sorrentót, mert az egyik leggyönyörűbb helye Itáliának, és ő egy sztár volt, egy jelenség. Amikor ott sétált a városban, vagy bárhol Olaszországban, az emberek megálltak, üdvözölték őt, és hát Gorkinak ez nagyon tetszett. A popsztárokat ünneplik így ma. Gorki viszont írófejedelem volt, celebritás, és mégis díszvendége volt az esküvőknek, ha kiment sétálni, az emberek megállították, e viva Gorki, kiabált olykor egy egészen nagy tömeg. Majakovszki abban is irigyelte Gorkit, hogy ott lakik Sorrentóba, és amikor írt egy verset, rendkívül durva verset, ez a vers megjelent a központi szovjet lapokban, hogy jöjjél vissza, hisz egy ilyen villában élsz Olaszországban, körülbelül ez a vers üzenete, akkor Majakovszki lényegében elmondta, hogy tudat alatt ő is szeretne ott lenni. Múlt adásunkban bemutattuk azokat a fényképeket, hogy Lenin Capri szigetén, Gorki nyaralója kertjében sakkozik, és politikai ellenfeleivel a bolsevik párton belül sakkozott, és Gorkinak dönteni kellett, hogy Lenin mellett van, vagy Lenin ellen lép fel, hát ő nem Lenint választotta. Ebben az időben Lev Kámenyev a bolsevik párt egyik emigráns vezetője, és járt Capri szigetén, és Kámenyevnek Olaszországban volt egy barátja, és könyörgött neki, hogy vigyél el Gorkihoz. Szeretném, ha bemutatnál ezeknek a szociáldemokrata orosz vezetőknek. Az illető neve Mussolini volt, szocialista volt még akkor, és ő szerkesztette az egyik fontos szocialista lapot. Tehát még akkor 1909 körül Gorki első emigrációja idején ez a Mussolini találkozó elmaradt, de másfél évtizeddel később hatalmasat fordult a világ. Leninnel való összezördülése nyomán Gorki elhagyta Szovjet-Oroszországot, és végül ismét Olaszországban szeretett volna letelepedni, ahol akkor már a fasiszta Mussolini kegyétől függött, megtűri-e ott vagy sem.
hiszen Gorki akkorra már egy igazi valaki volt, nem holmi lébet szóló átlagturista. Mussolini annyit kérdezett csak a szovjet követtől, Kerzsencevtől, hogy mit csinál mostanában a nagy író? Az emlékiratain dolgozik, vágta rá a szovjet diplomata. Mire az elégedett Mussolini valami ilyesmit válaszolt, akkor már nem veszélyes. Felőlem jöhet. Pedig csak ezután írta meg Gorki a valódi nagy remek műveit. Káprékban, hát mondjuk olyan elfogadható körülmények között élt Gorki. Sorrentóban viszont már egy pazar palotája volt, 11 hálószobával, de még a melléképületekben is elszállásolt vendégeket. Akik, oroszok és külföldiek egyaránt, olykor a kultúrpápához, a nagy emberhez, a kitűnő íróhoz iránymutatásért jöttek. Miért volt kissé aggályos Gorki életvitele a szovjet diktatúrával fennálló húzd meg erezd el viszony tükrében? A diktatórikus rendszerekben, a testiség kérdésében kifejezetten prüdéria uralkodott. Viszonylagos lazaság csak a válás és egy ideig az abortusz tekintetében volt. Az utóbbit illetően a múlt adásunkban idézett Sinkó Ervin könyvéből ismerjük, hogy rövid idő alatt tanúja lehetett Moszkvában az első abortusz klinika megnyitásának, majd alig egy év múlva ugyanannak bezárását, igazgatójának letartóztatását is megtapasztalta. Ez a fajta prüdéria a színfalak mögött is, a kivételezettek, a kiváltságosak körében, hát nem volt annyira jellemző. Hedonista, élveteg, én azt is mondanám, ez nem demagógia, erkölcstelen életet folytatott a szovjet vezetés. A források már kutathatók, nagyon sok írás árulkodik mindenről. De hogy halljak erről a korszakról egy hiteles szemtanútól, felkerestem a rendszerváltást követően Marina Szemjonovát, egy valaha gyönyörű asszonyt, 90 éves volt már, de még mindig nagyon fes, a Balsói egykori prima balerináját. Előzőleg kigyűjtöttem a volt pártközpont archívumában a Rea jellemző leveleket, dokumentumokat. Szemjonova eleinte nem is akart semmiről hallani, nem akart vallani. De miután felolvastam neki részleteket ezekből a levelekből, akkor már megtört a jég. Milyen levelek voltak ezek? Molotov, Sztálin, Kagadovics, Vorosilov írásai. Ezek az emberek még kérkedtek is, hogy oda vannak Szemjonováért, és mindenféle megjegyzéseket tettek rá. Ezek romlott emberek voltak kivétel nélkül, Miklós. De rólam csak a halálom után beszélhet. Tudja, az ember az életével játszott, ha ellentmondott nekik. Ez ki is derül ezekből a levelekből. Engem nem tartóztattak ugyan le, de férjemet, Levon Karahant, az ankarai szovjet követet, igen. Pedig Sztálin, aki zsigerből utálta az örményeket, még kedvelte is őt. De bosszú álló ember volt, és drága férjem belekeverte a Buharin perbe. No és Gorki? Gorkit jól ismertem, a családját és a kissé nevetséges lepjét is. Gorki menye Nagyesda Peskova, vagyis Kimosa, bár jó barátnőm volt, de fenemód alamuszi. Sokat hallottam róla a szeretőjétől, Tuhacsevszki marsaltól, férjem régi barátjától. De én akkoriban nem hittem senkinek, akik fecsegtek Kimosáról. Gyerekesnek láttam, naívnak. Még az sem érdekelt, hogy fél Moszkva arról beszélt, a kis Dása Gorkinak nem is az unokája, hanem a lánya. Az viszont feltűnt nekem, hogy Gorki szeme mindig ragyogott, amikor Kimosa bejött a szobába. És a kisebbik unokáját, Dasenykát mindig ölelgette, becézte. Sokkal figyelmesebben bánt vele, mint a másik unokájával, Marfával. Emlékszem, mennyire bántotta ezt Kimosát. Most már értem. Talán félt, hogy mások is rájönnek erre. Ez a Gorki féle társaság Sorrentóban és Moszkvában is hasonló életvitelt folytatott? Bár Sorrentóban nem jártam náluk, de Moszkvában Gorki környezete csupa geometriai képlet volt. Háromszögek, négyszögek, ötszögek, rombuszok. A szabad szerelem szelleme lengte körül ezeket az embereket.
méghozzá magától értetődő természetességgel. Múlt adásunkban szó volt már arról, hogy Gorki képes volt otthagyni feleségét, Jekatyerina Peskovát, a korszak egyik legszebb, legtehetségesebb színésznőért, Maria Andreevaért. És valahogy ebben a szakításban nem csak az játszott nagy szerepet, hogy kezdett kiüresedni szerelmi téren ez a kapcsolat, hanem a politika is beleszólt. Ez nem volt egy későbbi értelemben vett nyitott házasság. Gorkiért vetélkedő két asszony, Andreeva és Peskova, időnként cseréltek a Capri otthonban, megérkeztek, a másik kiköltözött, és aztán 3-4 hónap múlva megint csak jött a csere. Később ebbe a háromszögbe egy nagyon bájos, gyönyörű asszony, egy ilyen lágy, szláv jelenség, Varvara Tihonova is bekapcsolódott. És hogy nem, senki nem vette észre, terhes lett és szült Gorkinak egy szép kislányt. Gorki oda volt a lányáért, állandóan bombázta Varvara Tihonovát, hogy költözzenek ők is Sorrentóba. Tihonova elment Sorrentóba, lakott is ott, mégpedig két alkalommal, de kifejtette Gorkinak, hogy ebbe az erkölcstelen társaságba nem szeretne bevinni a kis Ninát, aki már nem is olyan kicsi, hanem Berlinben balettáncos nőnek készül, és hát ragyogóan néz ki. Na most erre Gorki annyira megsértődött, pulykavörös lett, és megszüntette az apanást, szakítottak Tihonovával. A bolsevik hatalomátvételt követően Pétervárot Gorki élete éppen annyira rendezetlen volt, mint korábban Capriban és később Sorrentóban. Lakása úgy nézett, ez egy hatalmas lakás volt, mint egy tömegszállás. Néha 10-12 ember lakott ebben a lakásban, volt, aki néhány napra költözött oda, volt, aki hónapokig bujkált Gorki lakásába, de volt, aki évekig mellette maradt. Gorki büszkén proletár írónak tartotta magát, és úgy is hívta magát. Ám például a szovjet polgárháború idején Gavril Románov nagyherceget, aki rokona volt a cárnak, mégpedig nagyon közeli rokona, bújtatta a lakásán. És végül rábeszélte Lenint, hogy ezt a jámbor, ártalmatlan embert engedjék ki Finnországba. Egyszer egy nagyon szerencsétlen sorsú, tehetséges és szép asszony, bár rongyokban járt akkor, Natália Gluskó kereste fel Gorkit. Írónő volt, büszke ember, és hát sosem tette volna azt, hogy segítségért fordul hozzá, de rákényszerült erre. Gorki pedig közismerten gazdag ember volt, hatalmas műkincs gyűjteményt gyűjtött össze éppen a polgárháború idején. Megtudta Gorki, hogy Gluskó asszony alig néhány hónapja gyereket szült neki. A fiúcska vészesen fogyott, éhezett, nem volt mivel táplálni. Gorki egy levelet adott a rongyokba öltözött fiatalasszonynak. Igazolom, hogy ez az én gyerekem, és kérem, hogy az állami elosztón keresztül kaphasson kenyérjegyeket és tehéntejet. Időközben Jekatyerina Peskova és Maria Andreeva még mindig gyűlölve egymást és rivalizálva Gorkiért egyre inkább élték a maguk életét. Peskova asszony a politikai Vöröskereszt elnöke lett, nagyon sokat segített a bebörtönzött, a szovjet hatalom által bebörtönzött emberekért. És egy ideig még a lengyel politikai foglyok, a lengyel hadifoglyok képviselője volt, egy külön Vöröskeresztet rendezett a számokra. Maria Andreeva pedig a pétervári színházakat igazgatta, és 49 évesen eljátszotta a Desdemona szerepét. Ez volt a búcsú előadása. Később pedig Lenin javaslatára kikerült Berlinbe, ahol fontos szerepet játszott a szovjet külképviseleten.
Andrejeva egy Schneidig fiatalembert választott ki magának, egy virtigli jogászt, Krücskovot, akit beajánlott Gorkijnak, amolyan mindenesnek. Ettől kezdve a jellemtelen, pénzéhes Krücskov a titkára és a pénzügyi tanácsadója lett az írónak. Miután pedig Gorkij visszatért a Szovjetunióba, Krücskov megkerülhetetlenné vált az életében. Hogy is lehetett volna ez másként, hiszen Krücskov eleve főállású rendőrspicli és ügynök volt. Krücskovtól eltekintve is Gorkij udvartartásában kevesen voltak, akik nem jelentettek róla a belügyi apparátusnak. Gorkij megtanult az árulók és beárulók hálójában lavírozni. Majd Sorrentóban felbukkant egy újabb asszony, Mula Budberg, az író szeretője, titkára, részint fordítója. Angol, szovjet és egy ideig az olasz és német hírszerzés informátora volt. Igazi mesterkémnő. Eredeti nevén Maria Zakrevskaja volt, aki tragikus és egyben gyászos szerepet játszott Gorkij életében. Egy orosz vidéki földbirtokos lányaként eredetileg egy Benkendorf nevű cári diplomata felesége lett, akit a forradalom hónapjaiban a saját parasztjai vertek agyon. Majd Moszkvába vetődött a nő, ahol a bolsevik hatalomátvétel első hónapjaiban egy brit diplomata, egyben hírszerző, Lockhart ügynöke majd kedvese lett. Mindkettőjüket letartóztatták, és így lett Mura a mindenható cseka, a szovjet politikai rendőrség egyik ügynöke, és egyben az egyik legfélelmetesebb bolsevik főrendőr, Jakov Péters szeretője. Az Észtországba maradt nevelő nőre bízott gyerekei további sorsa nem nagyon érdekelte Murát. Nagy stílű nő volt, de fontos volt számára a pénz, főként anyagi szempontból. Minden lépését ez motiválta. Szerepjátékban fenomenális volt. Igazi veszélyes perszóna. Szó szerint ezt hallottam Csukovszkijtól, a jeles szovjet gyerekírótól, aki rövid ideig Mura szeretője volt, és beajánlotta ezt a kétes hírű nőt Gorkijnak. Mindenki egyébként úgy hitte Gorkij környezetében, hogy ez a hölgy is az elhagyott nők sorsára jut majd. De nem így történt. Gorkij soha nem vált annyira függővé senkitől, mint éppen Murától. A két előző nagy szerelem közül Maria Andrejeva meggyűlölte Murát, sokat ármánykodott ellene, ahogy később Krücskov is próbálkozott ezzel. A máskor rigorózus Jekaterina Peskova viszont szövetségre lépett a nagyvilági kalandornővel, s bajtársak maradtak életük végéig. Gorkij lelkes pártfogása és szovjet ügynöki megbízása ellenére Mura Budberg veszélybe volt. Belügy emberei gyűlölték őt, még házkutatást is tartottak Gorkij lakásában, de csak Mura szobájából. Leninig jutott el az ügy, nagy botrány keletkezett. Közben Mura még egy férfit kinézett, magának nem akárkit. A.G. Wells, a híres angol író, regényt írt, inkább egy ilyen dokumentumregényt oroszországi útjáról, és közben felkereste Gorkijt. Ott szállt meg nála, csak egy éjszakára. De ez elegendő volt ahhoz, hogy Mura magába szédítette az angol írót. A féltékeny Gorkij fel volt háborodva, de még ezt is elnézte Murának. 1921-ben Lenin saját belügyi apparátusa elől segített elillanni a nőnek. Mura Budberg szövevényes 3-as-4-es kémnő karrierje még több mint 50 évig bonyolódott. Már csak önmagában a strapabírása is megérne néhány adást. Mura teljesen az ujjai köré csavarta Gorkijt, főleg ahogyan Gorkij öregedett, hát teljesen oda volt érte. Olyannyira, hogy készítetett magának egy kis plasztikát Mura kézfejéről, és élete végéig ott tartotta azt az íróasztalán. Legnagyobb regényét, a Klim Samgint is Murának ajánlotta. Sőt, az asszony tulajdonképpen egy nemzetközi szélhámos nő elérte Gorkijnál, hogy a halálos ágyán
ráhagyja a külföldön megjelenő művei honoráriumát. Holott volt egy törvényes felesége, soha nem vált el Jekatyerina Peskovától, voltak unokái, és mégis. Érdekes, hogy Sztálin beleegyezése kellett, Gorki halála után derült ki ez a döntéshez. Gorki talán leggyöngébb szövege az agitpropos beütésű Anya című regénye. Azonban ez nem irodalmi szempontból érdekes számunkra. A regény egyik fő alakját az író régi ismerőséről mintázta. Genrich Jagoda apjáról. Pedig nem az apa, hanem éppen Jagoda volt az, aki a 20-as évek elejétől drámai szerepet játszott Gorki és környezete életében, de az egész negyedmilliárdos ország életében is. Hiszen ő lett a hírhedt NKVD vezetője. Rengeteg ember halála száradt a lelkén. Genrich Jagoda karrierje szélsebesen alakult, többek közt amiatt is, hogy benősült a befolyásos Sverdlov családba. Jakob Sverdlov, egyébként Gorki régi ismerőse, Szovjet-Oroszország élén álló központi végrehajtó bizottság elnöke volt, 1919 tavaszán meghalt, de addig még volt ideje, hogy elindítsa rokonát, Jagodát a pályán. A férfiától kezdve a politikai rendőrség egyik legfontosabb alakja, vezetője lett, később már belügyi népbiztos is, utcai spicliket irányított, főállású besugókat, politikai pereket rendezett, és mindenben kiszolgálta a szovjet felső pártvezetést. A 20-as évek végétől Sztálin megbízásából Jagoda egyik fő feladata az volt, hogy szemmel tartsa és hazacsalja Gorkit. Jagoda levelezése Gorkijjal nemrég került napvilágra. Szinte nem is titkolta az író előtt, hogy fülig szerelmes a menyébe, Kimosába. Ajándékokkal rohanta le, szabályosan ostromolta. Moszkvában nem győzött elég nagy kitérőt tenni, hogy Gorkijéknál reggelizhessen. Maximmal, Kimosa férjével nemigen törődött Jagoda. Gorki fia gyenge ember volt, nagyon korán elkezdett inni, léha életet él, mindenki infantilisnak tartotta. Hát persze egy ilyen apa árnyékában ez egy tipikus helyzet. Ráadásul úgy tűnik, hogy apja állítólag még a feleségét, Kimosát is elcsábította. A fiatal Maxim 1918-tól a Csekában dolgozott. Hithű bolsevik volt, de főleg Lenin kérésére kísérte el apját külföldre, ahol Maxim inkább italozott, mint jelentett apjáról. A Szovjetunióba visszatérve, Maxim élte a lecsúszó aranyifjak életét. Idővel Jagodának és Krujocskovnak is az útjába került. Mindketten rájátszottak a gyengéjére, az alkoholizmusra. Mára kiderült, hogy a balesetnek álcázott gyilkosság úgy történt, hogy Maximot leitatták, és kint hagyták éjszakára a fagyban. A megözvegyült Timosa ettől kezdve sokak szemében szabad préda lett. Sóra jelentkeztek az udvarlók, köztük Alexej Tolstoj, a korszak nagy írója, aki vált is volna érte. Azon kívül ott volt még Pavel Korin, ennek az időszaknak, a 30-as, 40-es éveknek a nagy festője. Ő Jagoda embere volt, Jagoda még titkos alapból pénzelte is őt. És emellett Gorki, aki nagyon kedvelte Korint, elintézte, hogy egyedüli festőként foglalkozhat egyházi témákkal abban a Szovjetunióban, amely meghirdette az ateista 5 éves tervet. Korint kedvéért még a Kreml templomait is olykor megnyitották. És Korin és Timosa, mivel összekötötte őket a festészet iránti szenvedély, Timosa egészen jól rajzolt és festett, együtt még külföldi turnét is tettek. Azonban akkor csupán Jagodának sikerült Timosa ágyába férkőznie. Akkor került csak bajba Jagoda, amikor Sztálin is szemet vetett a nőre, és ez nem tett jót Jagoda karrierjének. Leváltással, majd kivégzéssel lett eldolgozva ez a szerelmi szál.
Maxim halála azért egy nagyon tragikus történet volt. Gorki majd beleőrült a fia halálába, olyan állapotba került, hogy hónapokra emiatt el kellett halasztani Sztálin utasítására a Szovjet Írószövetség első kongresszusát. Rájött arra Gorki, hogy Jagodának köze lehet fia halálához. És hát megtudta, hogy Jagoda időközben elcsábította kedvenc menyét, Timósát. Ettől kezdve Gorki még inkább félt Jagodától. Ez az adás egyesek számára talán frivolnak is tűnhet, de nem hallgathatjuk el ezeket a részleteket sem Gorki életéről szólva. Nem ez volt életének a lényege, bár fontos szerepet játszott. Gorki munkássága mindent felülír véleményem szerint. Ott van még a tragikus halála, elképesztően zavaros és szörnyű történet, de erről majd legközelebb. Nincs egyebem, csak a remény, csak a remény, a remény. Thank you.